Nagybő István művei, amiket most a Kepes Központban láthatunk, többször szerepeltek már kiállításokon. Új kor, de a képek a régiek. Miért érdemes egy kiállítást, ugyanazokat a képeket többször kiállítani? Hát mert nem mindig ugyanabban a kontextusban tudjuk megjeleníteni. Egy-egy kiállítás, én úgy gondolom, hogy mindig értelmez is valamilyen szinten, és mindig abban a időben tudjuk megmérni, amikor éppen realizálni tudunk egy kiállítást, és egyrészt az adott térhez, amikor hozzáigazítjuk, akkor is egymáshoz viszonyítva is különböző en kell kirakni a képeket, és az egymás mellé kerülésük is, az éppen adott helyszínen való egymás mellé kerülésük is mindig újabb és újabb aspektusát hozhatják ki a képeknek. Most itt ennél a mostani kiállításnál is van egy konkrét eset, amikor a művész úr hozzátartozói felesége, szülei, felesége, fia, lánya megérkeztek, akkor hát ugye ők nagyon jól ismerik az életművet, és egy merész párosítás nagyon feltűnt nekik, hogy merjük az egyes képeket a másik mellé oda tenni. Mi az, ami alapján mondjuk egy szín, vagy egy faktúra képzés, vagy egy tartalom miatt egymás mellé kívánkoznak, és van egy falfelület, amit meg kell tölteni, ki kell alakítani benne azt a közeget, ami a képeknek jó, tehát bármelyik kiállító teremben újszerűen lehet rendezni, de hogyha csak konkrétan azokat a képeket vesszük, amiket sokszor kiállítottunk már, vagy kiállított már a művész, de a mostani történetben, a mostani kiállításnál más szándékunk is volt, nem csak az, hogy a Egerben vagy más helyen sokszor megmutatott képeket kirakjuk, hanem fontos volt számunkra az, hogy egy átfogó képet mutassunk arról a 1960-as évek közepén induló életműből, amely eltartott 2006-ig. Ilyen átfogó kiállítás tudomásom szerint még nem született meg Nagybő István munkásságát bemutatva. Évek elején egészen sokak számára meglepő módon egy olyan megújítási folyamat indult el Egerben, ami Nagybő István tanárhoz kötődik, ami a korábbi rajzszakos képzést kinyitotta kortárs művészetek, modern vizuális alkotási technológiák irányába, és hát emlékszem, a meglepetés is nagyon nagy volt akkor, amikor a rajz az korábban más szakokkal párosítva, most egy vizuális kommunikáció szakkal megjelent a tanárképzésbe. De azt gondolom, hogy Nagy B. tanár úr többek között ezzel is beírta magát a történelembe, és hát ma ennek olyan nyomai vannak itt Egerben a képzésben, és olyan követői vannak, nem ápolják, hanem fejlesztik ezt a értéket, amit Nagy B. tanár úr hagyott maga után. Úgyhogy nagyon boldogok vagyunk, hogy Egerben újra azt mondhatjuk, hogy Isten hozott Pista, mert amikor a képeid itt vannak, akkor te is itt vagy. Akkor, amikor a város a Kepes hagyatékot megkapta, akkor az első között volt ő, aki ennek a hagyatéknak a építő gondozásában élen járt, és próbálta össze szervezni azt a közösséget, amelynek aztán eredményeképpen életre kelt a gyűjtemény, és most éppen a Kepesről elnevezett intézetben vagyunk egy kiállítótérbe. Biztos boldog lenne, hogyha látnám ezeket a változásokat és ezt a fejlődést, ami a Kepes Győrről mindenki tudja, hogy,
hogy a vizuális írástudásban vagy művelségben egy sajátos színfolt nemzetközi viszonylatban, és hát a hazai ápolásában a Nagy B. tanár úr nagyon jelentős értékekkel járult hozzá. Ő elindult egy úton, fiatalon, egyfajta, őt idézem, de természetesen nem tudom pontosan, ő neki egyfajta küldetése volt. Legalábbis valamikor 50 éves korában ő erre rájött, hogy ő neki fiatalon volt egy küldetése. Érdekes, hogyha a legelső műveket, itt most kiállításra került legkorábbi műveket megnézzük, és az utolsó termek képeit összevetjük, akkor tényleg érezhetjük azt, hogy egy olyan filozófikus mélységeket kereső művészetet kezdett el képíteni fiatal korában, amelyhez aztán valahol az életmű utolsó 15 évében el is jutott. De közben voltak megbicsaklások. Persze nem is megbicsaklásoknak mondanám, hanem borzasztó erővel beszüremlett a művészetében be a kor. Az a kor, az az időszak, az a társadalmi állapot, ami akkor Magyarországot jellemezte. A kezdeteknél ő próbált ettől elvonatkoztatni, és valahol 50 éves kora után újra megint sikerült. De az életműnek a középső szakaszában, amikor a megfelelni vágyás, az aktuálissá levés, a korszerű művészként való létezés egyfajta mások által rákényszerített életattitűd volt. Erre persze természetesen, amikor ő ezt élte, igazából nem tudta pontosan megfogalmazni ezt magának. Később, az 50-es évei kezdetén jött rá arra, hogy aznak a művészetnek, amit ő létrehozott, annak nem volt igaza. Valahogy így fogalmazott egyszer egy beszélgetésünk kapcsán, hogy nem volt igaza. És itt egy nagyon erős váltás zajlott le. Mondjuk valahol a élet történetében is volt egy fontos változás, összekapcsolható a kettő, akkor került ide az Eszterházy Károly főiskolára, és az, hogy az élet az anyagi biztonsága ezáltal, hogy egy fix fizetéses munkahelyet, amit természetesen nem munkahelyként élt meg, hanem egyfajta küldetésként szintén. Tehát volt egy anyagi biztonsága, ez hozzájárulhatott ahhoz, hogy a művészetében is egyre inkább ahhoz a szabadsághoz és ahhoz a önértékelő, önmagát boncolgató, saját magát a világban elhelyező művészethez eljusson, amit nem tudott megfogalmazni azokban az évtizedekben, amikor a társadalmi aktualitást akarta, vagy kellett, vagy muszáj volt neki a műveibe bepörgetni. Tehát nem egy következetesen fejlődő életútról beszélnék én, hanem egy olyan művészi pályafutásról, amelynek a kapuján kétszer lépett be, és másodjára talált el végül is abba a birodalomba, amit ő valamikor egyfajta küldetésként fiatalon megkapott. Hát én amennyire az ő oktatói pályájával tisztában vagyok, vagy lehetek, mert én nem voltam neki kollégája, csak ahogy a növendékektől, vagy a kollégáitól, a művésztanároktól tudom, vagy beszélgettünk róla. Mindenféleképpen számára az volt a fontos, hogyha egy növendék bekerült a tanszékre, nyilván már komoly megmérettetés után, akkor a fejlődését, a technikai vagy a világképi művészet
művészethez való látásmódjának a fejlődését, azt mindig az adott hallgatóhoz mérve értékelte. Tehát nem az volt a fontos számára, hogy a tanszék vagy a tanszék tanárai által előállított követelményeket tudja-e az a növendék produkálni, hanem az volt a fontos számára, hogy abból a világból, amiből az adott művészpalánta vagy pedagógus palánta elindult, és ami az ő kis, szuverén kis világa, azon belül hogy tud egyre többet, egyre mélyebbet, egyre jobbat létrehozni. És volt neki energiája és ereje arra, hogy egyenként oda tudjon figyelni a tanítványaira. És én azt hiszem, hogy ez a jó pedagógusnak az egyik, vagy talán a legfontosabb ismérve és tulajdonsága, az empátia. És ő ezt tulajdonképpen nem csak a növendékeivel, hanem úgy gondolom, hogy a körülötte lévő bármelyik emberrel szemben meg tudta cselekedni.